Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Juhász Gyula Trianon című verse is helyet kapott a Józsa András Múzeum Trianon 100 című kiállításában. Emellett különleges ereklyéket, dokumentumokat, kutatási eredményeket és történelmi beszédeket is láthatnak az érdeklődők. Én azt szeretném, hogy minél jobban ismerjük meg a Trianonnal kapcsolatos dolgokat. Ezek nem egyértelműek, nagyon sok tévhit terjeng. Hál' Istennek a centenáriumra, a 100. évfordulóra nagyon sok új kötet, új tudományos kutatás jelent meg a trianoni béke diktátum megszületésével kapcsolatosan. Nem csak a múzeum saját tárgyait láthatják az érdeklődők, magángyűjtői darabokat is kiállítottak. Fontos azonban, hogy a múzeumot továbbra is az aktuális járványügyi szabályok betartásával lehet látogatni. Testhőmérséklet méréstől kezdve, fertőtlenítés, a maszkok használata, másfél méter betartás, és így tovább folytathatnám. Tehát ezekre mind-mind oda fogunk figyelni, és még olyannyira, hogy a diákoknál egy osztály az csak együtt nézi majd meg, tehát nem fog keveredni, vagy nem fog találkozni más osztállyal. Hogyha ők az iskolában, egy osztályban zárt közösséget alkotva jól érzik magukat és biztonságban, akkor ezt a biztonságot mi tudjuk neki garantálni itt is. Olyannyira, hogy egy újítással is előjönnénk, hogy ózongenerátorokat telepítünk a kiállító térbe, hogy tehát teljesen baktériummentes térbe tudnak megérkezni az emberek. A kamara kiállítást közel fél éves felkészülés és kutatás előzte meg. A látogatók ennek eredményét decemberig a karácsonyi kiállítás megnyitásáig láthatják a Józsa András Múzeum földszintjén.